Küzdőtársak, hősök, családtagok, a magyar lovas történelem jeles szereplői, híres lovak és lovasok, valamint kevésbé ismert társaik. Váci Ernő könyvében az elmúlt 200 évre tekint vissza, és nem csak lovakról, de lótenyésztőkről, huszárokról, fogadhajtókról, versenyekről, ünnepekről, vadászatokról is ír. A kiadványban mintegy 200 korabeli és színes fotó is látható. A kívülálló számára meglepő és megkapó világ ez, hogy mi hívta életre a Zsurmák, lovak, lovasok történetek című könyvet. Arról beszél először a szerző. Sajátos indítatása volt ennek az egész írás folyamatnak, miután nem vagyok profi, sem író, sem pedig magamutogató ember. Ezért, mikor bekövetkezett a nyugdíjba vonulásom egy mezőgazdasági szakma végeztével, akkor a lovas újság, akkori lovas futár szerkesztőjét felejtettem egy kritikát, hogy nagyon hosszúak az írások, a cikkek unalmasak, kellene valami apró írásokkal magvasítani ezt. És akkor azt mondták, hogy akkor tessék, írjak valamit. Rajta ragadtam ezen, mert igényelték. Tehát az egész ez volt. A másik az, hogy hát egy szakmai életút után némi bölcseletet magamba szugerálva, néha humorosan visszatekintve különböző élethelyzetekre, a szakmán belül, a lovas sporton belül néhány visszásság, néhány érdekesség előjött, és hát ezeket próbáltam ilyen rövid írásokban rögzíteni. Melyek azok a lovak, amelyek a legnagyobb hírűek? A világ numero egye, amit úgy tűnik, hogy amíg ember lesz a földön, ezt a teljesítményt nem tudják megdönteni, ez a magyar kincsem volt. 54 futásából veretlen maradt, és azóta 1000-100 000 ló próbálja ezt a síkot futni, és meg se tudták ezt a teljesítményt közelíteni. De híres ló volt még a telivérek közül, ugye annak van a legexaktabb szakirodalma, ugye ott pillanatok rögzítve vannak minden idő eredményről. A telivérek sorát lehetne hozni, főleg az első háború előtt, vagy akár a két háború közötti időből is. De hát itt van a háború utáni kitűnő lovunk, a kisbérapáti pusztán tenyésztett imperiál, amelyik szintén világcsodaként futkosott Európa különböző versenypályáin. Nekünk pedig, akik hát egy közelebbi ilyen szekerész világban is éltünk, a hétköznapokban számtalan kitűnő lóval volt kapcsolatunk, akik az aranyérmeket hozták, és ezek elsősorban a egykori kitűnő állami ménesekből, vagy pedig a lótörstenyésztő termelőszövetkezeti és állami gazdasági ménesekből származtak. Miután egy kicsit változott a világunk, most új utakat keresnek a kitűnő magyar fogadhajtóink, és a magántenyésztőktől tudják beszerezni azokat az állatokat, azokat a lovakat, amikkel hát megfelelő módon startot tudnak állni a világbajnokságokon. Hogyan kerül a képbe Petőfi? Én nagyon élveztem azt az írást, ami épp a négyes fogadhajtással kapcsolatban róla szól. Ez egy megdöbbentő dolog, mert ugye korábban a Petrovics fiúról, az István öccséről gondolkoztam, akiről hát kiderült, ahogy utána néztem, ugye, hogy huszárszázadosként a forradalmat végiglovagolta, és utána Geiszt Ménesnek volt a Ménes igazgatója, és a huszár hagyományból, illetve tapasztalatból eredően konkrétan tudta, hogy hogy kell lovat tenyészteni, amelyik alkalmas a mezőgazdasági és a hátas szolgálatra, és megdöbbenésemre egyik régi kollégámmal évtizedek múltán találkozva éppen előadta, hogy tudom-e ezt a Petőfi sztorit. Hát mondom, fogalmam se volt arról, hogy a Petőfi egyáltalán Bakon ült volna. Ugye írásaiból erre nem találtam semmi ilyen hétköznapi gondolatot. És akkor hát megkaptam ezt az alapvető írást, ami hát meglepett is. Elindította az agyamat, hogy mi csoda érdekességek vannak még. Olvasni itt egy requiemet, egy tűzvész miatti ménes pusztulásról olvashatunk, de a háborúkkal kapcsolatban jutott eszembe, hogy ott csak az ember áldozatokra gondolunk. Volt-e olyan
csata, olyan helyzet, amit mondjuk a nagyszerű lovak tudtak megmenteni. Szóval, hogy milyen szerepük volt a mi történelmünkben, hogyha ezt most szó szerint vesszük? Ugye ennek számos példája föllelhető, annak ellenére, hogy ennek a szakirodalma azért az én véleményem szerint nincs teljességgel kidolgozva, de hát a huszárlóval kapcsolatban százával voltak olyan esetek, ami megható történetek. Hát van egy aktualitás éppen az elmúlt napokban, a győri csata bizonyos Petőfi által lelegyintett győri csata. Ennek van egy konkrét sztoria, ami részben az én korábbi munkahelyemhez, Bábolnához is csatolható. Ugye van egy lószobor a bábolnai Ménesudvarban, különleges lószobor, amin van egy nyereg, de nincs rajt kantár. És az eredendője az a sztori, hogy a győri csatában lelőtték a lovasát ennek a lónak, estében lekantározta a lovat, a megsérült ló a korábbi szülőménesével Győrtől egy 40 kilométerre hazagaloppozott Bábolnára, és mintegy hírüladva a csata elvesztését, ott a végső elvérzésében kimúlt, és ott pedig akkor a Ménest kitelepítették, és a másnap Bábolnára hadisarc szándékkal érkező franciák csak az üres istállókat találták, és dühükben fölégették az akkori bábolnai Ménes istállókat, mert lovat nem tudtak rekvirálni. Tanítja-e valami olyasmire a ló az embert, amire semmi más nem tanítja? Feltétlenül. Ugye erről vannak jókaírások is, van Móricz Zsigmond is, de feltétlenül a ló közelsége átsugároz egy olyan szimbiózis érzést, ami oda-vissza hat. És számtalan ilyen tapasztalatom is volt, és talán az írásokban is néhol ez visszajön, a bizonyos lóbizalom kérdése. Hogy a ló 300-400 szorozni tudja az erejét, energiáját, hogyha bizalma van az emberrel, aki a közelében van. Egy bizonyos fokig az ember is ilyen, hogyha lelanyhul, közömbössé válik, akkor esendővé lesz. Ha viszont van bizalma ahhoz a feladathoz, amit esetleg valakinek ígérvén meg kell oldania, akkor százszorozni tudja az erejét. Tehát egy bizonyos fokig úgy szoktuk mondani, hogy a ló is ember, és mi lovasok szívesen valljuk magunkat lónak is. Zsurmák, lovak, lovasok, történetek. Váci Ernő könyvét a Tarandusz kiadó jelentette meg.